Sziasztok, itt vagyunk Tapolcán, az Ikarus napon. Vonattal megérkeztünk. Meg fogjuk nézni a buszokat. Mondosan, tartsatok velünk. Látjátok a háttérben, itt rengeteg. Ez van, azért fotó meg videó téma is van bőven. Nézzétek meg. Most itt leszünk, körülbelül 17 környékén indul vissza a vonatunk, addig ráérünk. Leszünk, úgyhogy...
kocka alulsz, és harmónik ajtókat, ugye ezek a harmónik ajtós valámbusz. Mellette egy BKV-s. És ez pedig szintén ködös volán ZLT végkétsem, viszont ezt én Budapesten láttam is a végén, és ez oktatóbusz volt, azt hiszem. Csak már 260-as Ikarusz. Milyen, ezért pontosan milyen típusú ez is? Most, Ikarusz 553-as. Ezt valamikor az afrikai országokba, illetve Közel-Keletre gyártották, tehát ilyen sivatagi országban gyártották ezt a típust. Illetve a csehszlovákok gyártották Avia néven. Ennyit tudok róla. Na, akkor minden információt megkaptunk a buszról, akkor most meg fogjuk nézni belülről is. Igen, köszönöm szépen az információkat. Hát akkor ez így néz ki, itt van a vezetőfülke. Majd megpróbálok rámenni a műszerfalra is, hogy azt is jól lássátok. Gergő, ez nem így működik, meg kell várni, még a másik is leszáll. Levi. És így is van. Itt vagyunk. Most kapjál a gyomorszat. Na menjél. Menjél, légy szíves. Ja, menjetek csak. Segítek. Hiába ez a fának. És akkor megnézzük szépen itt a hátsó részét is. Nem tudom, kinek a táskája. Alig férek benne, és még mosdó is van benne, légkondi is van benne. Ez az. Rádió. Minden van. Nincs sok csatlak. Itt még akár aludni is lehetne, ha nem lenne ilyen dögmeleg. Bizony. Na, hát jöttök, kedves nézőim. Így néz ki egy luxusbusz. Sorgatni. Légkondi még. Ja, és na, van benne konnektor is, szétek meg. Ez meg valószínűleg 12 voltos adapter, egy cigi gyújtó csatlakozó. Ez meg a fűtés lehet valószínűleg. Hát akkor így nézett volna ki ez a busz. Menjünk tovább, nézzük meg a többit. Meg leszállok is. Malévos Ikarusz. Ja, bocsánat, már. Igen, várakozom meg. Azt mondtam, hogy ez elfülő kéri volt, igen. Nézd! Nézzétek meg, van, aki kicsit profibban művel a videózást nálam. Drónnal. Hát ha nekem is lenne drónom, én is ezt csinálnám. Közérdekű közlemény, Balogh István, Bacót keressük a hangosításnál. Balogh István, Bacót, szerintem is pár legyen a zöldságról, a hangosításnál. Köszönjük szépen! Inkább akkor a C56-okat cserélik le. Na, majd ezért utálom az ilyen rendezvényeket, amúgy nagy busznézegetés közepette azért, hogy megpihentem egy kicsit sörözni, egészségetekre. Megfordítom a kamerát, akkor gyerek is rá. Egészségetekre. Itt van vele Gajdács Ádám, és akkor együtt iszunk. Egészségetekre. Összes busz megnézti, be a szervezetbe. Mit mondott Kumbéla? Be a szervezetbe, pontosan. És itt valami, ezért a tapolcai kézműves sör, de itt van, csinálj nekik egy kis reklámot, megérdemlik, mert egyébként a sör jó.
Nem rossz. Hát kicsit sokat kellett érte sorba állni, de hát az elkerületet legyek ekkora tömegrendezvényen. De azért a kajáért még álljál. Hát de az a kajáért most nem fogunk sorba állni. Majd kicsit később. Vagy visszamegyünk a restébe. Igen, inkább szomjasabb voltunk, mint éhesek. Úgyhogy most inkább sörözünk egy kicsit, aztán majd megyünk vissza, nézegetjük a buszokat. Úgyhogy egészségetekre, és majd később még fogok jelentkezni. Nem tudom, hogy mi lesz a készfilmben benne, de... Majd valami. De mindent fölveszünk, egészségetek. Egyébként meg kurva meleg van, az látjátok, hogy izzadunk, mint a ló. Úgyhogy végülis az idő jó, nem esik az eső, tehát jó meleg van. Végül is sátorban vagyunk, ha esik az eső. Igen, és van még időnk a vonatig, mert 17 órakor indul vissza, és most ilyen dél körül lehet, úgyhogy nem kell sietni, van idő mindent megnézni. Úgyhogy majd még jelentkezünk. És elkezdett esni, jön az UV. Milyen jó ez itt a folytó, az emberek takarják az esőt. Ja, de... Nézzék, és... ott van a kablió, Ikarusz. Hát most a kabrió nem jó utazni így szakadó esőbe, de itt van ez a fanos. Valamelyik nem az állomás, nem egy. Nem, szakadik, hogy az... Igen, most itt elkapott minket az hivatal az Ikarusz napon. Ide jobban esik. Mutatom nektek is, hogy nézzétek. Sziasztok, közben sétálok vissza az állomás felé, itt vagyok nagyjából Tapolcának a belvárosába. Hát egy kicsit elmosta az eső itt a buszfelvonulást. Volt egy akkora felhőszakadás, hogy gyakorlatilag menekülve mindenki a sörsátak meg alá meg a buszokba. Úgyhogy gyakorlatilag volt egy órás buszmosása, hogy a konferencia nagyon találóan meg is jegyezte. Hát most annyi, most visszasétálok a vasútállomásra. Még ott nézem a 4-es nohabot a talaj mellett, aztán majd még később fog lehet jelentkezni a vonatról, de buszfelvonulásról a képek már megvannak, meg a videók, és abból majd összevágok valamit nektek. Úgyhogy végül is amiért jöttem, az mind sikerült megnézni, az összes kiállított buszt. Utazni egyikkel se sikerült, mert az sok volt a sor, meg amikor odaértem, már elindult a kabrió is, meg a falos is, de falosra utaztam már korábban. Kabrió pedig Pesten van, azzal meg bármikor tudok, úgyhogy nagy probléma ezzel sincsen, úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok! Közben visszaértem a vasútállomást, és akkor ebédszünetet tartok itt a restibe. Meleg szendvics. Ott előttem, úgyhogy akkor minden már még körbefotózzuk az állomást, nézzük a 4-esét. Aztán majd a vonattal megyünk is vissza, úgyhogy akkor most én most enni fogok, és sziasztok, majd még jelentkezem.
Sergei, köszönjük!